A hivatalos adatok szerint a vajdasági munkanélküliek száma a tavalyi 186 ezerről idén május végére kicsivel több mint 175 ezerre csökkent. A Nemzeti Foglalkoztatási Iroda adatai szerint a munkanélküliek között a férfiak és a nők aránya nagyjából egyforma. A legtöbben 50 és 54 év között vannak, a számuk nagyjából 21 ezerre tehető. Nagyjából 66 ezeren csak általános iskolai, vagy még alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek. Sokak szerint azonban az elvándorlás is nagy szerepet játszik abban, hogy csökkent a munkanélküliek száma. A szabadkaiak véleményét kérdeztük. Ha hátra nézünk egy 20-25 évig, hogy járt ez az ország, akkor nem kell csodálkozni, hogy ilyen sok népnek nincs munka. Remélem, hogy egy következő 5 év belül valahogy jobban lesz. Politika, politika, to se napravila. Firmu propaštene, sad ovo ti kažem. Ja mislim da se povećalo zaposlenje. Mislim da je bolje nego što je bilo. I šta mislite, zašto je to? Pa pogledajte u samoj Subotici koliko firmi je otvoreno privatno. Mislim, da je da ne pričamo. Mnogo mladih ljudi se zaposlilo. Koliko ja znam. Májusban a vajdasági átlagfizetés 41 ezer dinár körül mozgott. A legkevesebbet Apatin községben kapták a dolgozók 22 ezret. Legtöbbet 44 ezer dinárt pedig a Délbánátban dolgozók vitték haza.